A hiteltörlesztések felfüggesztése a lakosságot és vállalkozásokat is tehermentesíti, hangsúlyozta a pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Gion Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a folyószámla hitelt és a hitelkártya hitelt a magas kamatok miatt lehetőleg törleszék az ügyfelek. Hangsúlyozta azt, hogy a moratórium ellenére a lakosság 40%-a és a vállalkozások 30%-a továbbra is fizeti a hiteleit, ami azt mutatja, hogy most sokkal erősebb a magyarok pénzügyi helyzete, mint a 2008-as válság idején volt. Amennyiben valaki jelezte a bankjának, hogy továbbra is törleszteni szeretne, ám később mégis nehéz helyzetbe kerül, bármikor igénybe veheti a moratóriumot.